Időkérdés, ha volt. A tévé lecsapta kezét az internetes kultúrára. Lehet, hogy lecsapja a kezét a fiatalokra is. Visszacsábítja a fiatalokat a tévé elé. Megpróbálkozik vele. Nézzük, hogy sikerült-e. You can change it. Felkeltette az érdeklődésem egy tévéműsor, ami hát a mémekről szól. Elég kellemetlennek tűntek a reklámjai. Internetes mémek szülték ezt a világot, amit mémelni próbál. Kíváncsi vagyok, hogy milyen találkozása lehet egy ilyen mém és tévéshownak, ami úgy tűnt, hogy inkább kellemetlen lesz, mint jó. Lehet, hogy pozitívan csalódok, lehet, hogy rosszabb lesz, mint amire gondoltam. Hát sok minden lehet amúgy. Ez a promo, ezt megnézhetjük, nem? Felkelti az érdeklődésünk. Dombóvár István, mémológus professzor vagyok. Engedjék meg, hogy... Ezt a trailert látva voltak bennem érzések, hogy úgy mondjam. A következő percekben bevezessem önöket a mémológia rejtélyébe. Mémekhez illik az ilyen igénytelen kivitelezés, nagyon igénytelen green screen, nagyon zajos, de a tévéhez nem. De akkor meg már legyen teljesen trash. Ez nekem furcsa. Rejtelmeibe. Sokan nem tudják, hogy az első igazi mémet Johannes von Mém alkotta meg. Nem tudom eldönteni, hogy ezek igazi sokan viccek. Sokan nem tudják, bevezessem önöket a mémológia rejtelmeibe. Az anyádat már, hogy nem lehet a YouTube-ot tekerni, na. Szóval ez úgy tényleg vicces, és ezt értékelem, hogy csettinted, és nem is akkor történik. Szóval ilyen, ha ilyen trash, ezt értékelem. Most ezt így, ez finom. Csak nem tudom eldönteni, amikor ez tényleg ilyen trash, vagy szándékosan ilyen trash. A mémológia rejtelmeibe. Sokan nem tudják, hogy... Már borzalmas stressz, de így szerintem vicces. Az első igazi mémet Johannes von Mém alkotta meg 1856-ban, mikor észrevette, hogy kutyája kicsit sajátosan bizalmatlan képet vág. Szerencsére ez a kép fennmaradt az utókor számára, így önök is megtekinthetik. Az első mémek még távírón terjedtek el, majd később e-mail és egyéb internetes fórumok segítségével jutott el az emberekhez. Hatalmas előrelépést jelentett az úgynevezett... Ez nagyon rossz amúgy. Tudod, ez hogy lenne vicces, ha tudod, ki csinálna? Van egy csávó a TikTokon, amit már letöröltem, szóval nincs TikTokom, de az Instára is, meg a YouTube-ra is csinál videókat, és neki a vágási stílusa, lehet, hogy a képarány miatt eszembe, de neki a vágási stílusa elképesztő vicces, és vicces, hogy beszél, vicces, hogy hangsúlyoz. Tucker Lindgren. Őt nagyon kedvelem, szerintem ő mókás figura, egyre jobb a vágása is, a hosszú videói is amúgy szórakoztatóak szerintem. Nekem ez jutott eszembe, hogy lehetne ilyen is, és akkor még jól is szórakoznék amúgy. Mém oldalak megjelenése, ahol végre az átlagember is hozzájuthatott a mémek végeláthatatlan tárházához. Ebből alakult ki az úgynevezett mémológia. Szóval, ha már elmennek trash irányba, mert úgy érzem, hogy elmennek direkt trash irányba, akkor el kell kötelezni magad ennél jobban. Valakit komolyabban érdekel ez a téma, szeretném a figyelmébe ajánlani. Az internetet. Kis magyar mémológia című saját könyvemet, ami mindössze 1800 oldalas, és most 1800 forint, és megrendelhető a 8. Postafordultával küldöm, pénzt előre, vissza nem adok. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan jelentkezem újabb mémológiai információkkal. Mémover! Fú, hát igen, de értem. De most már nézzük meg egy teljes epizódot, amit nem könnyű elérni amúgy. TV2 RTL Klub dolgait, ezt könnyen eléred a saját streamingükön. Van a Viasatnak streaming szolgáltatója, hogy hol kellett volna ezt keresnem. Honlapjukon nem találtam ilyen visszajátszató linket erről. Na, nézzük meg az első részt. Tegyék el a telefonjaikat, dobják ki a tabletet, kapcsolják le a wifi-t. Ugyanis ma este az internet a televízió képernyőjére költözik. Jaj, Istenem, internet a televízió képernyőjére költözik, ez már olyan kétségbeesetnek tűnik. Értem, hogy az internet szívja el a nézőket, nagyon előregszik a nézőknek a hányada, és nyilván a legértékesebb korosztály hirdetés szempontjából, nem tudom, az ilyen 16-tól 49-ig, vagy nem tudom, hogy van, aki a legnagyobb vásárol erő, akinek leginkább hirdetni akarnak, akiért a verseny van, az már nem nagyon van a tévé előtt, de közben ugyanúgy ugye a tévében hirdetik el egy-egy ilyen reklámblokkért milliókat, miközben nem biztos, hogy ott érnek el a közönséghez, de hát ezt szépen lassan felismerik szerintem a hirdetők is, hogy ez nem a legbölcsebb módja a pénzelköltésnek, úgyhogy próbálják valahogy visszacsábítani a fiatalokat, tehát nézzük, hogy sikerül-e. A tévéknél nem az a baj, hogy ők nem tudnának jó vagy érdekes műsorokat csinálni, tudnának, csak erről, ahogy látom, már rég letettek. Inkább maga a formátum elavult, az, hogy a tévén kell néznem, amikor megy a tévébe, nem csak így akkor rakom be, amikor akarom, ahogy felépítik is, az egész nagyon elavult.
ahogy hozzáférsz. Biztos van, aki beregészhet a TV2 meg az RTL-nek a streaming szolgáltatójára, de azért szerintem hamarabb fog bárki inkább a Netflixért fizetni. Szóval nem tudom, hogy tudna online-ra átköltözni az RTL, vagy a TV2, vagy a Viaszat 3 úgy, hogy működjön is, de a Viaszat 3, ahogy nézem, nem is nagyon próbálkozott erre. Ilyenkor nehéz nem egy nagyon nagy kínlódás látni, hogy a TV-re költözik az internet. Tehát ezt már megpróbálták 10 évvel ezelőtt. Milyen műsorral? Pfú, mi volt a Dancsó műsor, amikor internetes videókat mutogatod? Eddig én készítettem a YouTube videókat, de most úgy döntöttem, a könnyebbik részét fogom meg a dolognak. Hátradőlök, és nézem mások YouTube videóit. Net huszár, ja. És ez is a Viaszat 3-on ment. Kezdődik a Meme Over, ahol bármiből és bárkiből készülhet mém. Bármiből és bárkiből készülhet mém. Jaj. Ma este itt lesz velünk, aki csak akkor vicces, ha úgy van, és általában úgy van, Fluor Tomi. Az irgalmas... És általában úgy van. Na. Szóval látható, hogy melyik korosztály nézi a tévét, abból is, hogy voltam újságot venni az előző heti videó miatt. Annyi fajta tévé újság volt. Én nem hiszem el. Nem csak az, hogy van egy-két tévé, csak rengeteg fajta tévé újság van. Ez elképesztő, hogy ennyi tévé újság megél. Van Mémer, Janklavics fél. Mémer. Akivel garantált a kockac, Kacz Dávid. És aki felpattan a mémlóra, Rainer Micsinyei Nóra. Aj, de jó Isten. De amúgy szerintem rá is játszanak, hogy cringe legyen. Úgyhogy akkor az, hogy most szétcringelem magam, az igazából azt szerették volna elérni, nem? Aki pedig mindehez az arcát adja, a mémest mémmestere, azaz az est házigazdája, a Jászkarajenői menő, Dombóvári István. Mától kezdve péntekenként a vendégeimmel ebben a vadonatújtó... Ez ahogy kinéz, az alapvetően már... kuka. Annyira minden elemében tévés. Értem, hogy fiatalos meg a háttérben graffitik vannak, de hogy közönségi tapsol, a felvezetés, az egész, hogy a elejétől végig átitatná az egészet az internetes kultúra. Nem azt látod, hanem azt látod, hogy egy klasszik tévéshowba próbálják beleerőltetni az internet kultúráját, de közben maga a tévéshowt azt nem találják fel újra, pedig pont azon az izgi, hogy akkor egy kicsit magukévá teszik az emberek, hogy milyen az internetes kultúra is, nem csak így egy gimmicknek használják. Egy ugyanolyan tévéshowba, mint a többi. Soha nem hallott történeteket, érdekes híreket fogunk kitárgyalni, mindez játékos formában. Ugyanis a Meme Over nem csak egy szórakoztató talkshow, hanem egy izgalmas játék is egyben. Most több emberen láttam ezt a sárga. Ez nem is napszemüveg, nem is szemüveg. Mi ez? Egy biztos, bárhogy alakul a ma este, jövő héten ezekről a mémekről fog beszélni az egész internet. Nem pont így működik az internet, de szerintem ezt ők is érzik. Nem tudom, mit mondanak viccből, meg nem tudom. Hát megszoktam, hogy a tévében tényleg ennyire fogalmatlanok. Itt lehet, hogy van ami irónia. Előszavak. Hát igen, azok. Miközben amúgy ezekkel az emberekkel személy szerint egyikkel sincs bajom. Nem utálom egyiket se, biztos tök jó fejek. De hát azért tudtad, hogy egy meme overbe ülsz be, szóval... Dávid, téged érdekel a ma este menete? Abszolút, köszönöm szépen. Akkor eddig minden úgy alakul, ahogy megbeszéltük. Kicsit aggódom, mert túl sok dolgot kellett aláírnom a műsor előtt, és mostanában azért ez a... Semmi gond, azt már ez az aláírásos... Mégis se tudja mondani a mondatot, mert tapsolna. Na, ez például ez a folyamatos tapsolás, ez nagyon-nagyon ilyen tévés feeling. Hogy most egy mémes műsort nézünk, ami úgy van találva, mintha a Bájás Show nézőinek lenne ide előadva, csak egy kicsit fiatalosabb háttérrel. A műsor első felében vendégeim egyesével elmesélnek magukról egy igen kellemetlen, de igaz történetet. Amúgy az is érdekel, hogy mi a koncepció, mert most már az lenne lényeg. Tehát a többiek erre válaszul készítenek egy mémet. Ezután a mémeket majd egyesével megnézzük, kielemezzük. Mémeket beszélnek ki. Amúgy várom, hogy ebből társas játék is legyen, nem? Azt még tudnám monetizálni. Történet mesélője kioszta többi vendégnek, akik a mémeket készítették, 2, 4 vagy 6 pontot. Az este második felében pedig hírekkel foglalkozunk. Mielőtt belevágnánk, szeretném bemutatni az est motorját, azt a fiatalembert, aki az egészes ritmusát adja, a zenészt, akinek egy teljes zenekar elfér a szájában, Trap Kapitány! Hogyha direkt akarnék egy ilyen fiatalosnak tűnő műsort megcsinálni, hogy fiatalosnak tűnjön és ironikusan trash legyen, ez biztos, hogy így csinálnám, de nem biztos, hogy ők ennek szántak. Nem tudom eldönteni. Az olyan, mint egy Dancsó videó. A irónia iróniája már ez? Jön az első forduló, kellemetlen történeteink. Barcelonában nyaraltunk a kedvesemmel, Józseffen.
Nézőknek fizetnek? Igen. Ezeknek a nézőknek fizetnek, persze. Biztos van olyan műsor, ami annyira szeretnek már az emberek, hogy ingyen eljönnek, de egy most induló műsorba nem hiszem. Azt hiszem 5000 forintot kapnak egy napra, azt sem. Ilyen melegpoénról lemaradtam? Nyaraltunk a kedvesemmel, Józseffen. Az asszony elengedett. Nem, tehát vele voltunk, csak még nem volt a felesége. Meglátogattuk a Sagrada Familiát, 1 millió turista. Már a metróból se tudtunk kijönni, mert előttem a mozgó lépcsőn állt egy nagyobb darab hölgy, és elkezdtünk így az izzadt, puha hátára így rárakódni, és picit ideges lettem, és talán egy árnyalatta picit hangosabban mondtam, hogy miért állsz itt meg, miért nem mész tovább a és ezen ne tart... Nézd, fiatalok is vannak. Kell a zseppénz. Figyelj, én is inkább itt ülnék és tapsolnék. Ez egy jó diák munka. Lehetne az is, hogy a obiban pakol. Ő csak hátra nézett és annyit mondott, hogy mennék, csak előttem is állnak. Hát, ez sejthető volt a csattanó, de a mémek lesznek úgyis a lényeg. Most pedig mindenkit arra kérnék, hogy ragadja meg a táblagépét, reagáljon a sztorira egy mém. Táblagép. Lehet bármi. Ezt nyilván előre megcsinálják. Nem ott kezdenek fölmenni a Know Your Meme-re, és keresgélik, hogy na jó, akkor melyik mémet használnám erre. Én erre melyiket használnám? Nem tudom, mert milyen mémet lehet erre használni? Vagy ott ilyenkor lehet választani a mém templétek között? Mémek készülnek, tabletek füstölnek. Hamarosan láthatjuk is őket, és az is kiderül majd, hogy a történet mesélője. Ez olyannak tűnik, mintha régen, amikor ezek a mémek bejöttek, az 10 éve volt kb. Vagy több. Úgyhogy így régen ezen vicceltünk volna, majd a tévét csinálni, egy műsort, hogy mémeket kell csinálni, és az nagyon boomer lenne. És még míg várni kell 10 évet, hogy megcsinálják, miközben amúgy a mém kultúra ezt már régen meghaladta. Van egy olyan sejtésem, hogy azok a fajta mémek lesznek, amik régen voltak a demotiválón kb. Én erre gondolok. Dávid, készen állsz, hogy bemutasd az alkotásod? Ki, hogy Péter mennyire magas. Erről eszembe jutottak az ázsiaiak. Az ázsiaiakról a vietnámiak. A vietnámiak... Az jó egy mém, amit ennyit kell magyarázni. A filippiniek, hol máshol fakadhatnak ki abszolút következmények nélkül. Péter, lássuk a mémet. Nézzük. Legközelebb kifakadni Debrecenbe megyek az akkumulátorgyárba. Ott legalább nincsenek magyarok. Jaj, kis politikai odaszúrás is. Jót nevettünk. Én mindig szerettem volna eljutni a Fülöp-szigetekre, és sose gondoltam, hogy az jön el hozzánk. Ez egy sokkal jobb konstrukció. Tehát TV2-től már cancelezték volna ezt a műsort. Mindenképpen számításba fogom venni, hogy ez egy nagyon előnyös kép rólam, úgyhogy... Ja, tényleg, te pontozol. Az a demotiváló féle mémek. Már csak ez a fekete keret hiányzik. Úgy érzem, a mém kultúra most már ezt meghaladta, és most már inkább mennek ezek a széttorzított, direkt kurva trash, néha nagyon depresszív, néha teljesen random, extrémebbek lettek azóta a mémek. Ez most már tényleg az a mém, amik lehet, hogy most már a nagymamákhoz is elértek, és ők is gyártanak ilyet a kis Facebookos Fidesz csoportjukba, hogy Gyurcsány Ferenc amikor, de hogy a mai mémek azok már nem feltétlenül ilyenek, hanem inkább ilyen, még több réteg rakódik rá, hogy azt már tényleg nehéz értelmezni annak, aki nem az internet világában van. Én azt látom, most ez ebbe az irányba megy egy kicsit a dolog, vagy olyasmiben, mint a Mézga Géza apokalipszis volt, ez a tényleg nem feltétlenül esik le elsőre, aki mondjuk először kapcsolja be az internetet, hogy ez mégis mi a fasz. De hát ez olyan, hogy az internet úgy kezdte el, hogy mémel dolgokat, amik így közérthetőek, csak aztán ahogy az internetes kultúra kinövi magát, egyfelől több irány lesz, nyilván meg ráépít, és egy csomó olyan réteg van egy ilyen új mémbe, amihez lehet, hogy ott kell lenned az előző kettő hullámnál, és azért érted, hogy ja igen, az olyan volt, ez egy kicsit annak a megfordítás, ez kicsit annak, szóval minden egy kicsit így továbban gondolva egy idővel, az internetes kultúra meg főleg gyorsan változik, túl vannak gondolva, mindenki van fordítva 100-szor, megértem, ha valaki ebbe elveszik, de hát ezt nem lehet azokat a mémeket ide áthozni, csak úgy érzem, hogy ez a műsor így már idejét múlt, miközben sosem volt aktuális. Az én mémemet az ihlet. Vagy én úgy képzelem, hogy ez a nő, ez egy óriás rajongód volt. Nekem is van ilyen élményem, hogy mennyire egy megható, fennkölt pillanat, mikor egy idollal találkozhatsz a véletlennek köszönhetően. Úgyhogy jöjjön a mém. Mikor külföldön magyar szót hallasz, megpróbálom eljátszani. Mi a mocskos b***, nem megyünk a b***.
Ó, oh, ez csak a művész úr lehet. Egyelőre sokkal jobban tetszik, mint a Kac Dávidé. Itt nem kerül szóba tényleg, a magasságom. Már, hát figyelj, hogyha már szóba jött ez a magasság probléma, én azt hiszem, hogy Istenem. Ezzel a... Nem. És ja. Talán ezt a dolgot is feloldja, hogyha van egy jó testőröd, valami ilyesmit akar ez a mém mondani. Mutasd meg, Petike, melyik meg néni bántott? Édeseim! De ezt nem biztos, hogy végignézném, hogyha ide kapcsolnék a témén. Láttuk mindhárom alkotást, most pedig a történet mesélőjén a sor, kiválasztva a mémek közül, melyik tetszett... Sokkal láttam ennél fiatalosabbat? Várjál, nézik a mémeket, és közben itt van egy csávó, aki beatboxol. Láttuk mindhárom alkotást, most pedig a történet mesélőjén a sor, kiválasztva a mémek közül, melyik tetszett neki a legjobban, illetve a legkevésbé. Mi nem tetszik? Hú, geci bazd meg. Ennél rosszabb televíziózás. Én még nem. Ennél fiatalosabbat ezt akartam, még nem láttál. Istenem. Ahogy lehet, hogy Jenny Kálem. Lehet, hogy Jenny. 2, 4 és 6 pontot oszthat ki a játékostársai közül. És közben nyomja. Figyelj, amúgy legalább az élőben zenét. A zenekar, akinek van pénze, kreatív megoldás, hogy itt egy beatboxos csávon nyomja, meg fiatalos. Így hirtelen nem is tudom, hogy melyiket helyezzem előtérben, mert... Pedig muszáj. Mém amúgy bármi lehet, értem. Ez is, ilyen mémek is vannak manapság, és ez a koncepció annyira nem működik szerintem tévéműsorként. Egy kicsit megnyugtat, amikor ezt nézem, hogy miket csinál a tévé. Mert itt most gondolkozunk, hogy milyen műsorokat kéne még kitalálni, mit csinálunk jövőre, mit csináljunk, amit érdekli az embereket, de azért, amíg a tévé ezeket csinálja, annyira nem lőhetünk az én mellé. Hát ez tényleg megnyugtat, hogy azért. Még van előttünk jövő. Luhor Tominak nagyon szívesen adnék még több pontot, de sajnos olyan mémet csináltam, mint Kaccal együtt szerepelek. És figyelj, megbocsáthatatlan. Mindenki nagyon vicces. Vagy mindenki nagyon nevet. A közönség és ők is. Úgy érzem, hogy kimaradok a viccből. Úgyhogy én Luhor Tominak 4 pontot szeretnék adni. Luhor Tomi, azt ő a legfiatalabb tagja ennek a mainstream celebvilágnak, vagy nem? Vagy hát nem, már azóta jött a Harry Kettner is ebbe van, nem? Meg nem tudom, kik azok, akik beépültek ebbe a celebvilágba, ami a tévé is, meg minden, és mindenhova őket hívják. Nóri egy nagyon csinos nővel tett egy képet, tehát hogy már legalább egy mémen együtt szerepelhetek. És alattad van. Nővel, és igen. Na, hát ezt mindenképp akarom még nézni. Köszönöm szépen, most pedig Nórán a sor, hogy elmesélje a történetét. Napi szinten megállítanak emberek, hogy iszonyúan ismer erős vagyok nekik, és ezt általában így a legkínosabb helyzetekben találnak meg. Tehát például... És az a lényeg. Jó. Szóval olyan helyeken találnak meg, ahol mondjuk... Elnézést, nem, tényleg még nagyon belezavarodik. Nem tudom, mi nevetünk. Ilyen éves nőgyógyászati szűrésre mentem, és amúgy ilyen iszonyat hipohonder vagyok. Jó, vizsgált vége fel tartottunk, amikor így ilyen ultrahanggal nézte az orvos a méhemet, tehát így kikerekedett a szeme, nézte a monitort, így lefagyott, mondom, ne, Jézusom! Így rám nézett, ugyanezzel tekintettel, és mondta, hogy tudom már, hogy honnan ismerlek! Neked volt az a filmed! Na, no, majd próbálom, milyen filmet? Hát ez vicces sztori volt. Miért nem nevettek? Melyik filmre gondoltam? Igen, Nórinak ez a korai felnőtt filmes karrierje volt, amikor de úgy fel akarta hívni magára a figyelmet. Tehát, hogy egy nőgyógyász, hogy milyen filmből is ismert. Mert ki ez a hasonló? Jaj, tudom már! Alien, melyik része? Nem igaziból? Mondjuk úgy elég tág a témakör, igen. Értem. Ezek a hangeffektek ennél mémelősebbet nem is tudné. Rep kapitán! Urológusnál megismertek már bármelyik őtöket? Nekem azért volt pár ilyen élményem azért, amikor így találtak különböző farokidegen dolgokat, és így tudod, így meg kellett nézni. Bocsánat, mi az, hogy farokidegen? És hol? Van egy-két dolog, ami nem annyira passzol oda, tudod, és akkor így nézem. Már hogy oda? Hát a pöcsöthöz, legyen szíves, akkor Tomika! Nekem sem olyan természetes, amit mond. Ez nem, és akkor ott tudod, hogy nézeget így, és amúgy milyen érzés híresnek lenni, a lányom imádja a zenét. Miközben a tízét ott azért a legbecsesebb kis. Tudod, én meg magyarázkodok, hogy amúgy nem ekkora ám, most meg van ilyetve, ennél sokkal, sokkal, de sokkal nagyobb szokott lenni. Most csak teknősben van. Elengedheti koncertre a lány. Köszönjük szépen!
Úgy az a baj, ez nem vicces, inkább olyan jópofáskodó, ami lehet, hogy ez egy sör mellett egy baráti társaságban működik, de úgy érzem, hogy itt annyira nem működik. Szóval annyira nem vicces, mint amennyire sokat nevetnek a közönség együtt, vagy csak az én humorérzékem más. Lehet ez a baj. Készüljenek azok a mémek, Töljenek a tablet. Szenék legjobbak. Rep kapitány! Nem kell finomkodni egymással. Ismét legyen durva, lehet húzós, vicces, bántó, fájó. Nem hiszem el, hogy nem lett volna egy jobb koncepció erre az egész dologra. Igazából már előttük ezt a dolgot kicsit, de nekem is ez jutott eszembe. Mikor kis kutakodás után rájössz, hogy melyik filmből lehet ismerős Nóri. Igen, amikor megérkezik forró kezű Edward. Hát én abból indultam ki, hogy félreismertek téged, és azon gondolkoztam, hogy melyik híres színésznőre hasonlíthatsz, és azon is gondolkoztam, hogy melyik színésznőnek lehet olyan neve, ami összecseng azzal, ami elhangozhat egy ilyen korterembe. Itt a mém! Biztos nem a gombaszögi Ellával kever? Érzem a Peti arcát. Hát, az beiratkozott erre a két pontra szerintem. Én abból indultam. Én összeraktam, és a pokolba fogsz kerülni. Ne hülyeskedj, mert ott dolgozik. Az a baj ez a műsor, hogy ez ilyen annyira nem vicces, annyira nem szar, hogy már vicces nézni, hogy mennyire szar, mert ahhoz meg unalmas. Pont a kettő között van, és így ez a legrosszabb. Főleg egy ilyen mémesnél. Ez a két világ között ragadt. Az internet és a tévé világ között van ez, valami ilyet akarnak gurítani, akkor legyen trash az egész, legyen bevállalós, lehessen káromkodni, lehessen itt igazán mémelni. De úgy érzem, hogy ez egy ilyen, hát mémeljünk, de azért úgy, hogy a nagymama is értse, és így kiherélik a mémelés lényegét. Na hát én abból indultam ki, hogy Nóri ugye halálfélelembe feküdt ott, és hogy ehhez képest meg az, hogy felismerték, hogy mit gondolhatott magába, amit viszont meg nem mondott ki az orvosnak. Doktor úr, ne azt mondja, hogy engem miben látott, hanem, hogy bennem mit lát. Van mélysége, már nem úgy, de van. Rendesen ezzel a fotóval, ilyen révedős. Nem, igen, nem találtam kifejezőbbet, tehát hogy nem hát ez, de hát ilyen fejeket vágsz itt minden fotón. Interjút készített velem egy igazi újságíró. Láttuk mindhárom alkotást, most pedig a történet mesélőjén a sor, hogy kiválassza a mémek közül, melyik tetszett neki a legjobb. Ezért beatboxoljam el a legyen ön is milliómosnak, amikor ilyen feszültség van. És hogy van az? Az így van. Ezt kéne menni, ezt érzed a feszültséget, az nagy lenne. De amúgy azt érzem, hogy a beatboxos próbálkozik a legjobban. Rep kapitán! Ő dolgozik meg igazán a pénzért. Amúgy ezt kezd hozzám nőni azt, hogy beatboxosot élőbe tolja a hangulathoz így a zenét. Én azt mondom, hogy ez a legjobb része a műsornak. Pedig koncepcióban azt mondanám, hogy ez nagyon nem, de közben ez működik a legjobban. Tiéd a következő sztori. Köszönöm szépen, szuper. Szóval LL Juniorral csináltam egy interjút. Csinálom a mémet. Hallgass meg a sztorit! Az a háttere, hogy ő népszerű, én pedig újságíró vagyok, és hát rendeltek ki a pálinkákat interjú alatt. Értem, hogy a Janklovics megakasztja a beszédet, és ez valakinek nem tetszik a cseten. Megértem ezt is, de legalább próbálkozik szerintem szórakoztató beszúrások, ez szerintem része, ez nem kéne, hogy baj legyen egy ilyen műsorban, hogy kicsit ugratjuk a másikat. Ezzel van a legkevesebb gondom, hogy ő legalább próbál valami fraclizni a többieket. És miután elkészült az interjú, azt kérte, hogy menjünk le a garázsba. Beült a fehér Mercedesébe a kormány mögött, jasszosan így a könyökét kitette, és intett az, hogy az operatőr akkor verti róla a vagány jelenteket, pedig akkor már olyan állapotban voltam, hogy gondoltam, egyet lehúztam bokáig a gatyámat és mesztelenséggel. Ráugrottam az ő motorháztetőjére, amikor kipattant, egy kicsit átlényegült, és megfogta a ruhámat, rángatott engem, és azt mondta, hogy rajtam maradt. Ez egy 23 milliós autó, kac! Egyébként azóta lecserélte az autót, mert azt hiszem bentie van már. Istenem, de rühellem ezt a celeb világot, bazd meg. Miért ugrik rá pucérseggel az autóra? Oké, mindegy, miért zavar ez bárkit is, hogy ráugrik pucérseggel egy autóra, akármennyien drága volt ez a kocsi. De mi ez az egész? De miért ne vitte erre rá? Mit komboztál? Amúgy ez tényleg, ez jogos kérdés. Miért? Igen, miért alakul ki egy ilyen reflex, hogy te meglátsz egy mercit, és akkor rá kell ülni. Beleült a mercinek a jelébe? Akkor én is lehet, hogy azért néznék nagyokat. Nem tudom, mindenki megmutatta, milyen van. Neki egy mercie, nekem meg egy formás kis picsa. No! Szegény Junior, amúgy hova jutott, hogy régen ilyen szexi csajok a klippekben pózoltak, akkor te most egy kockát letolt fel. Ez a Netflix verzió. Hát ez a külvárosi.
nettó. Én engednék be bármikor egy újságírót a házamba, a saját házamba. Külső helyszínen lévő interjúra is nagyon vonakodok elmenni, hogy bármilyenre, de hogy vagy a saját házamba jöjjenek be. És aztán ott akkor vegyetek föl vagány képeket, videókat, hogy ülök a kocsimba, vagy mi a fasz van az emberek? Ki? Miért engedném be a riportereket a házamba? Az a magánszférám, hagyjanak már békén. Hát miért pont ezt a szituációt képzeltem el, ahogy a keveset futott, garázsban tartott, orvos volt az első tulaj, és ugye meglátod ezt a hirdetést, nézzük. Mikor olvasod a hirdetést álmaid autójáról, sérülésmentes Merci egyedi fényezéssel. Kicsit ilyen hamupipőke, hogy keresik, hogy kinek a seggére illik a motorháztető. Én abból indultam ki, hogy én régóta ismerem Kacz Dávidot. Többször dolgoztam vele, és ez ihlette az én mémemet. Ahogy várod, hogy Kacz józanul érkezzen az interjúra. Rendben van, nagyon jó mém, csak az a baj ezekkel a mémekkel, hogy ezeket akkor is tovább pörgetnéd, hogyha így az Instán így jönnének szembe, így pörgetnéd tovább, de hogy ezek egy tévéműsornak a fő attrakciói, ez kevés. Ez lesz az a videó, a kommentek egy nagy része arról fog szólni, hogy bocs, én mindig végig szoktam nézni a videót, de ezt nem bírtam, ezt ki kellett kapcsolnom. Respekt, hogy te végig tudtad nézni, de én ezt, bocs, hogy kikapcsoltam 3 perc után. Na, szóval minden igazi alkotó embernek azért vannak rituáléi, amikor dolgozik, tehát az, hogy Kacz Dávidnál az, hogy rá... Amúgy ne sértődjön meg a tévén, itt a Fókusz csoporton azért 90%-ban inkább internetes dolgokat kritizálunk, meg cringe-elünk rajta. Néha azért a tévés sorra kerülhetnám, meg hát ismerik az internetes kultúrát, ez ilyen gonosz. Ez az internet gonosz, mert fél a tévétől, és irigy rá, hogy látjátok milyen dolgokat, meg tudom valósítani milyen kreatív műsorokat, úgyhogy igazából csak irigy vagyok a tévére. Kell seggálnia valamire, és ezt meg lehet érteni. Én ebből indultam ki. Kacz Dávid természetfilmet forgat. És ez tényleg ő? Persze. Láttuk mindhárom alkotást, most pedig a történet meséljön a sor. Kiválaszta a mémek közül, melyik tetszett neki a legjobban. Szegény Dombóvár, nem sok szerepet kap, semmit kell. Most folytatódik a Mémover! Gondoltam, hogy ez nem lesz egy jó műsor, de hogy ennyire ingerszegény is. Elmehetnél abszurd irányba. Melyik az a legabszurdabb ilyen amerikai show? Mindegy, azt se tudnál a magyarok rendesen átvenni, mert nem értenék. Erik André show. Folyamatosan őrültségek mennek. John Hamm. Wow, what a handsome man. Egy olyat megnéznék itthon, de nem tudom, hogy meg tudnák-e magyarok csinálni egy jó Erik André show-t. Nem vagyok benne biztos. Fú, abból nagyon ennek cringe fesztivál lenne, szerintem megnézném. Az Erik André az mém alapanyag. Sokkal jobban érti a mémeket úgy, hogy szerintem meghaladta a mémek korát az Erik André show. Hamarabb volt kb. Mint az a randomság, az őrület, az később jött be szerintem a mém kultúrába ennyire erősen. Az Erik André show az előrébb tartott. Itt meg úgy érzem, ez inkább kullog 10 évvel a internet után, és azt is eléggé vontatottan. Egy történet maradt még, Tomikám, rajtad a sor. Egyetemi bulis történet volt. Jártál éppen... egyetemre? Nem. Soha nem jártam egyetemre, de fellépni jártam annál többet. A lényeg, hogy oda jött hozzám két lány, hogy csináljunk már egy közös fotót, de nem jó a telefonjuk. Nézd, ki van cenzúrázva a baseball sapkájának a márkája. Ilyeneket veszek észre, annyira néz ki. 4-ből 2 sztori arról szól, hogy mennyire híresek. Ha felmennék a Kolesz szobába, mert ott van egy jó fényképezőgép. Én meg ugye mindent megteszek a rajongókért, ha jó kép kell, jó kép. Persze, ott van a fotó stúdió. A lényeg igen, hogy felmentem a Koleszba, a szobába, úgy gondoltuk, hogy belekezdünk ebbe a modern kori szerelmi történetbe a lányjal, és egyfolytában rezgett a telefonja, amivel egy darabig nem foglalkoztunk, jó, hát rezeg. Szexes sztori. Ezek, jó, hosszeg magát hívogatta. Hadd rezegjen, és akkor egy idő után mondta, hogy fú, azért most már lehet, hogy ránézne, mert nagyon pánikszerűen hívja valaki. Abban a pillanatban derült ki, hogy a barátnője hívja, hogy ő látja a Kolesz ablakból, hogy jön a faszia, és hát én utolsó pillanatban még begomboltam az ingemet, és így bújtam be még valami függöny, ilyen mosókonya, vagy nem tudom mi volt, amikor jött be a kopasz, mit csinál szó, vagy mi van. Úgyhogy én így bújtam el, még nyilván álló fa... Ja nem, hogy... megúsztam a történetet, én még gyorsan visszamentem a Kolesz szobába, és bosszúból kiettem a Mireli fasírtból a lányokat. Jó sztori. A Fluor megdugott valakit. Aztán jött a pasi, és vége volt a dugásnak. Jó, hát én nem gondoltam túl ezt a képet. Arra gondoltam, hogy mi lehet a Tominak az arcba poétikája. Szeretem, amikor az esték a golyókról szólnak.
Ez valami biliárd versenynek is lehetne elmondata. De közben nem bírták az egészet a beatboxos sem, amikor ilyen kijön egy poén, akkor ezek a tipikus ilyen olyan szólamok vannak, mintha egy lenne ilyen Soder klubos feeling. Tikém a tiéd. Azt vettem alapul, hogy hát hogy ő elég hamar felállította a prioritást, hogy, nem csak az. Hogy hát, hogy akkor ez, de ha nem, akkor jó a húsgolyó is. Nézzük! Ingyen húsgolyó! Vagy potyaszek! Ezt előre megcsinálják, nem kezdtek ott photoshopolni szerintem. Méghozzá nem is az eredeti mém templétet használták, ez valami remake-je. Ezek nagyon rossz mémek. Ne haragudjatok. Nem jók ezek a mémek, nem vicces mémek. Ezek az ilyen felszínt kapargató, nem vicces, viccesnek szánt mémek, pedig mémek azok lehetnek nagyon viccesek, csak egy kis... Nem így. Én abból indultam ki, hogy mi lett volna, hogyha a Tomi mégiscsak találkozik azzal az úriemberrel, ott a kamrában, úgyhogy minél jobban megérje azért mégiscsak ez az este. Mi van, Csira, apu nem vett neked húsgolyót, hogy az enyémet zabáltad meg? Micsoda mém. Láttuk mindhárom alkotást, most pedig ismét a történet mesélőjén a sor. Most híreket mondanak, nézzük, az megmenti a műsort. Orbános mémeket akarok, Magyar Péteres mémeket, Gyurcsányos mémeket. 2023-ban átlagosan 17,6%-kal nőttek az árak. Kapcsolod meg, ha úgy gondolod. A Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatai szerint legnagyobb mértékben az élelmiszerárak drágultak, 25,9%. Mi ez a propaganda? Hey! Százalékkal, de ugyancsak nagy mértékben megnőtt az alkoholos italok, az üzemanyag, a ruházkodási cikkek ára is. Ki az, aki egyáltalán tudja, érinti napi szinten? Most miért rám nézel? Te vagy a legokosabb. Az kell, hogy az milyen társaság, ahol én vagyok a legokosabb. Megadtam a lehetőséget. Hát, nem, én annyit érzek ebből az egészből, hogy ugye ugyanazokat veszem, csak sokkal drágábban. De hát most nem tudsz mit csinálni, hát most... Forradalmi. Én leszarom, mert megjött a nagyszüleimnek a kárpótlás, így... Elkölteni. Ilyen 63, van ez 80 éves producer, és mi megy a interneten, hallottam, hogy vannak ezek a mémek. És jött a 70 éves, igen, vannak ezek a mémek, láttam én is Facebookon, az jó lesz a fiatalokat, úgyis vissza kell valami fiat... És akkor kész a műsor. Most azért kíváncsiak az inflációról milyen mémet tudnak csinálni. Ha túl drágák lennének az alkoholmentes üdítők, alkoholosat kell inni. Mi? Ez sikerült? Ez Janklovics Péter Ezt lehet, hogy tényleg ott rakták össze. Szívesen! Dávid, készen állsz? Igen. Lássuk, halljuk. Értem, hogy a celebek nem tudják, hogy mire mennek, de az annyira azért lehet tudni, hogy figyelj, ez az te felelősséget, hogy megkérdezed, hogy na, végülis milyen műsorra hívtatok? Mémeket kell csinálni. Bocsánat, hát miért nem ezzel kezdtétek? Biztos, hogy nem megyek. Égessem ott magam. Szerintem van egy úriember, akit talán így a legmélyebben érint. Az infláció. Na, itt a mém. Tavaly ez az állapot még 17,6%-kal olcsóbb volt. Ja, Istenem. Jó, ez aljas. Én a mémemnél egy nagy megmondónak a véleményét kerestem. Jöjjön a mém. Azt hittem, hogy ez lesz Apáti, a leghíresebb influencer az Origószín. Janka néni, tényleg én kértem 17,6%-osat, de én likőre gondoltam. De a Dombovári arra van, hogy felolvassa a mémeket. Krisztusom. Én ennek a kis kétességét fogtam meg, tehát hogy azért mindig mondják, hogy 5% az infláció, akkor kiderül, hogy... 9,9. Igen. Amikor a nők fognak a kezükbe egy mérőszalagot, és rájönnek, hogy mennyi a 20, tudod? Tehát, hogy valójában nem akkora. Na mindegy, szóval, hogy... Na, ezek az hangeffektek, de nem hiszem el. Rep kapitán! Én, ahogy a 17,6%-os inflációra nézek, 30-nak nézel ki, Cula? Miért kell mindig tapsolni? Annyira idejét múlt ez a formátum, amiben nyomják, el se hiszem. Ez annyira rosszul fog öregedni ez a műsor. Tudod, ha visszanéznél mondjuk ilyen szexi vagy semmi, nem tudom mik volt, aki visszanéznél, és basznak, ez mennyire rosszul öregedett. De ez már jövőre visszanézed, azt fogod érezni. Bár most rosszul öregedett, pedig egy hetes. Jól meguntam. Ez egy egész tűrhető. Figyelj, belenézzünk a második adásba, hát ha igazoljuk azt, hogy most ez tényleg itt a személyeken múlt ez a dolog. Nyilván nem, hanem inkább a koncepción. Ma este itt lesz velünk, aki annyira nyitott a poénokra, mint amennyire nyitott a házassága, Járai Máté. Akinek minden vicce K.O., Lincényi Márkó.
Márko, miért megy el egy ilyenbe? A Mém Madonna, Ács Fruzsina. Mém Madonna. És végül, aki ma este még ráért, Puskás Peti. Érzek, őszinte. Ugyanaz az érzésem, hogy mint a Petőfi filmnél, hogy megvan a lehetőségük jó műsort csinálni. Nem a pénzen múlik, nem a technikán, megvannak az emberek hozzá, és tudom, hogy nem csinálhatnak azt, amit akarnak, mert lehet, hogy amit azt csinálhatnak, amit akarnak, nem ez lenne. Csak biztos, hogy ez végtelenül ki van számolva, hogy tudjuk, hogy kik néznek, nézettségi verseny van, ez működik, az működik. Lehet, hogy ők se ezt csinálnak, csak hát le kell butítani annyira, hogy a nagymama is értse, de a fiatalok is jönnek, stb. Csak az a vége, hogy senkinek se tetszik. És valószínűleg ezért érzem azt, hogy manapság az interneten már igényesebb műsorok vannak. Ott nincs ennyi pénz rá, nincs ennyi ember rá, nincs ennyi technika rá, és mégis, hogyha megvan az jó ötlet, akkor az emberek láthatóan értékelik azt, hogy valami autentikus, hogy valakik ezt úgy gondolták, hogy ez egy jó műsor. A technikai hiányosságot, vagy kevesebb pénzügyi hátteret, ezt ellensúlyozza, hogy van valami ötleted, amit lelkesen csinálsz, szereted. Ez az ellentét a tévé, hogy megvan hozzá az erőforrásuk, csak az rendes ötletük nincs. És nem csoda, hogy az emberek inkább az internet felé néznek, és azt mondják, hogy lehet, hogy nincs 600 kamera benne, ennyi, nem tudom, celeb, de közben van valami autentikusság, ami sokkal többet ér, mint bármennyi erőforrás, amit ráöntenek. Úgy érzem, hogy vergődik a tévé. Vergődik ez a haláltus, amit látunk. Meme over, így költözött az internet ide, hogy semmit nem értünk az internetből láthatóan. Magyarország első meme showjában fogjuk szórakoztatni az itt ülő közönséget, és remélhetően... Magyarország első meme showja. Ezt, amikor így kimondták, akkor kellett volna, hogy ezt most... Tényleg itt tartunk? Milyen események sorozata kellett, hogy itt üljünk a Viaszat 3-on, és elkezdjük Magyarország első mém showját, akkor kellett volna azt mondani valakinek, hogy tudjátok mit? Ezt most hagyjuk, hazamegyek. Nem játszom, kész. Ki fog derülni, ki a legszellemesebb mém készítő? Egy biztos, bárhogy is alakul a ma este, remélem jövő héten... Szerintem a fele most tudja meg, hogy mire ült be. Csak már később kisétálni. A mémekkel lesz teli az egész internet. Jó, még 5 percet adok ennek a műsornak. Öreg trap kapitány, ő a kedvencem. Nem, viccből mondom, ő a kedvencem. Első játékkör, az első történet Márkóé. Modellkedtem sokáig, de hát ezzel nem árulok el nagy titkot. És megnyitok egy magazinnak egy belsős fotózására, lett egy divatanyag. Ott egy cápa fog a nyakamba, 3 férfi, Gellért hegy, szombat délelőtt, kicsit egymás hátára mászik. 3 férfi egymás hátára mászik? 18 pluszos lesz mindjárt ez az adás. Egymásul a ruhát, hát ami szokásos, hogy mi modellek. Ugye? Egy hónappal később megyek az utcán, látok egy ilyen újságos bódét, és ott volt a Boxer magazin, címlapján az én fejem, és oda volt írva a homlokomra ilyen 150-es betűmérettel, hogy Mr. Gay Hungary, alulra pedig az, hogy meleg pornó. Ez egy 400-as betűmérettel. Ezzel nincsen baj, csak legalább kifizettek volna. Tudom, hogy neked járt az első lapszám, és mondta, hogy egy előfizetőnk van a Puskás. A Gay Submarine szám, az lehet, hogy amiatt asszociáltak ebbe. Ez jó dal volt, emlékszem. Én utána bepereltem őket. 6,5 évig jártam, én ezt csak úgy neveztem, hogy a p***er. Az első 3 évben azt bizonyítottuk be, hogy heteró vagyok. Jöttek volt barátnők, szüleim, meg mit tudom én mi. Nehéz volt, mert a Collins zenekar akkor szárnyalt, tehát tényleg nehéz volt, mert Lastex-ban voltam ilyen csillámosban. És a második 3 évben nyertem meg a pert, azóta se kaptam meg, szóval kedves Boxer magazin, kérem a pénzemet. Tehát 1,5 millióval tartoztok, nem adjátok ide, kérem a pénzemet. Na, ezzel jött be. Ezt is felhasználhatja a bíróságon. Mindig csak egy nő van. Ez egy koncepció? Van nekem egy lapszámom, kölcsönadom majd. Komolyan? Én kérem. Van. Én kértem előbb stipistopi. Na ne szórakozz, már előjogaim vannak. Nekem zárt házasságom van, muszáj. Nekem zárt házasságom. Ez tipikus ilyen show műsoros. Nézzük először Peti munkáját. Mi lehet, hogy csak a képek vannak előre megcsinálva, és abból kell választani, és akkor írni valamit itt, és akkor lejártják nekik, nem tudom. Nem értem, miért tartanak melegnek, biztos csak a Gay magazin miatt. Egy nagy tapsot kérnék a fantasztikusan kreatív mémre. Márko, nyugtass meg, hogy nem így járt a tárgyalásra, mert így elég nehéz dolguk lehet. Szóval azért a védőügyvédednek így, amikor megjelensz a bacuszba... Miért kell bizonyítani, hogy nem vagy meleg? Mi köze van ennek ahhoz, hogy felhasználják a képed úgy, hogy nem szeretnéd? De ez egy jó nagy kamu, ne haragudj, kedves Márko, ez egy baromi nagy kamu részedről, hogy ez az egyetlen olyan címlap, amin te kínos helyzetbe kerültem, én találtam egyet. A Füge újabb címlapja! Nem értitek, hogy én nem vagyok meleg? Photoshop fel van akkor mindenkinek, ha... Amúgy te nem, ezeket előre megcsinálják, nem? Azon gondoltam el, hogy még, lehet, hogy még mindig nem jártál rosszul, tehát járhatál volna rosszabbul is. Amikor esküdni mernél, hogy a szerződésben kanál volt írva.
Ez... Nem, ez a műsor nem. Nem az én ízlésem, maradjunk ennyiben. Nem hozta meg újra kedvem a tévéhez, pedig én mostanában próbálkoztam. Néztem a hírtévés műsorokat, az M1-et, mindent megnéztem, most akkor ránéztem erre, hogy mi megy itt a kereskedelmi tévéknél is, és én ezt nem bírom tovább. Szóval nem annyira érzem, hogy sikerült tényleg ezt internetet átültetni a tévébe, mert az internet az igazából az olyan, mint azt mondja, a világot belerakom egy műsorba. Lehet, hogy jónak tűnt, hogy mémeket csinálnak, és hogy az internetes kultúrára így reflektálunk, ez lehet, hogy papíron jobbnak tűnt, de hogy ez nem működik, ez nem vicces, ez az egész. Nem ilyen jó hangulata van ennek a helynek se, nem azt érzem. Nagyon fura, hogy egy kocsma, de közben oda van rakva egy ilyen heti-hetes színpad, akkor már miért nem lehet az egész egy ilyen, nem tudom, nem jön be az egész. Nem áll össze nekem így a részletek, a helyszín se áll össze, így a koncepció sem áll össze, szerintem egy egészé. Valószínűleg azt kellett volna mondani, hogy na jó, ezt gondoljátok hát újra, de mindenképp érdekes látni a tévének ezt a halátusáját, ami még el fog húzódni évtizedekig, aztán átalakul, azt nem tudom, hogy lesz, de hogy maga a tévé koncepciója az, hogy reklámokkal, mert nyilván, hogyha ezt tévében néznéd, akkor tele lenne reklámmal, kinek van az türelme, adott időpontban van. Ez 2024-ben ez a koncepció, hogy tévé ilyen szinten, hiába mém, nem fogsz odaültetni egy fiatalt sem már szerintem ezzel. Ezt nem is tudom, hogy imponálna bármilyen fiatalnak, ez nem inkább az a show, amit a nagymamád tovább küldene, hogyha tudna, mert amúgy nem nagyon felelte az interneten, hogy nézd, milyen vicces, és akkor úgy érzi, hogy jobban megértette az unokáját, mert látott egy ilyen mémes dolgot. Szóval nyom azt, hogy ennyire nem értik az internetet, ennyire nem értik a nézőket, de hát ez nem. Durva azt látni, hogy már a jól van ez így, vagy egy fókuszcsoport nézettségét is. Nem, hogy hozzá lehet mérni a tévéhez, hanem csomószor nagyobb. De közben nyilván itt ezerszer annyi pénz van, és csak azt érzem, hogy lehetne jobban is elkölteni. Mert nem sajnálom tőlük, mert tessék, ott van kurva sok pénz, csináljanak belőle egy kurva jót, és azt érzem, hogy a tévé se trash-et nem tud már élvezeteset csinálni, akkor legalább lehetne olyan indítatás, hogyha már ennyi geci sok pénzünk van, akkor csinálunk pár értelmes műsort, az sincs. Nem tudom, mi a francia kapcsolat a tévére, milyen műsor van ott, ami érdekes most. Hát a Sportér, értem. Foci meccset lehet ott nézni, de jön bazeg a valami stream, a Sport Netflix-e, amúgy ugyan már most vannak, azt tudom, hogy talán a Liverpoolnak van egy saját streaming, előtt tudsz rá fizetni. És meg is értem, hogy még az sem működne, hogy oda mennek egy kreatív youtuberhez, tírtátok Vidmanhez, tessék oda menni, itt van rengeteg pénz, csinálj egy jó tévéműsort, és nem lehet, nem így működik, mert valószínűleg, még hogyha mondanánk is, amit az kiderül, hogy hát ez nem lehet, ez túl necces, ez már túl politikai, ez meg túlságosan nem értik, szóval lebutítanák addig, hogy már nem is érdemes megcsinálni. Persze, attól még biztos jó fejek, akik csinálják, próbálkoznak, vannak, akik a technikai részével próbálkoznak, akik, hát ez a munkájuk, hogy ott legyenek. A beatboxosat szerettem, azt a csávót, vendégek meg sajnos nem rajtuk múlt. A koncepció az egész nem működik. De valamennyire motiváló is, hogy azért nem kell attól félnünk itt az interneten, hogy jön a tévé és elveszi a nézőket, mert nagyon messze van még innentől az, hogy szerintem megértsék az internetet, vagy az, hogy mi működik, teljesen kiherélik azt a dolgot. A lényege veszik el az internetnek, amikor ennyire ilyen eladható vás simítják az egészet, és az internetnek a szépsége veszik el. Bármikor a tévé előfizetés helyett inkább előfizetnék pár streaming szolgáltatóra, vagy a YouTube prémiumra, vagy valamire. Ja, hát ezt is megnéztük. Gondoltam, hogy azért sok töményebb rész szokott mostanában lenni. Egy kicsit cringe-elünk, egy kicsit mémelünk, egy kicsit körülnézünk, kitekintünk az internet buborékjából. Sok sikert nekik, van hova fejlődni. Ti meg kövessétek továbbra is interneten a műsorainkat. Megígérjük, hogy ezt a műsort már nem utánozzuk le, próbálunk más ötleteket hozni, van nagyon sok ötletünk. Most is felvettünk egy műsort, amiből két részt felvettünk, még nem tudom, hogy aznak hogy lesz a folytatása, de az irányokat, meg ilyeneket általában így inkább nem szoktuk így teljesen így mindenkinek elmondani, inkább Patronon beszámolunk ezekről, meg már azt látjátok, amit úgy gondolunk, hogy az már összeállt. Próbálkozunk majd nagyobb szabású műsorokkal is később, visszaforgatjuk a pénzt, belerakjuk, még hogyha nem is jön össze, de kipróbáljuk milyenek, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. De nyilván ez a tévén is százszor annyiból készült, mint amiből mi fogunk gazdálkodni, de hát megtanultunk az interneten, hogy hogy kell ezt optimálisabban lehozni, mert szerintem amúgy nagyon sok jó műsor nincs itthon, nagyon sok lehetőség van az online tartalomgyártásban, ami még egyáltalán nincs itthon kihasználva, és rengeteg értelmes műsor fajta nincs itthon, se a tévében, se az interneten, viszont igénye szerintem van. Szóval most egy kicsit két szék közül a padlóra ül, aki ezt szeretné, ezt várja, a tévé már nem fogja megcsinálni, internetes tartalomgyártóknak meg még nincs
nincs rá meg az erőforrása, ez is egy hosszú folyamat, és remélhetőleg egy idő után tovább lépünk ezen is, és csomó tök jó online műsor lesz. Addig meg mindenki nézze a Meme Overt, aztán lehet, hogy nektek tetszeni fog, lehet, hogy bizonyos szerek használtam mellett, ez még vicces is lehet. Úgyhogy ez volt a fókuszcsoport, szóljatok, ha még vannak ilyen fantasztikus műsorok, mert ezt látnom kell. Iratkozzatok fel, ezt mindig elfelejtem mondani. Ott a Patreon, ott a Jól van ez így, ott a világért, kövessetek mindenhol minket. Lezárás meg már nem mondtam, úgyhogy majd a Roli talál valamit. Wait for it. Olyan szar szóvic kéne, nem, hogy wait for it. A Meme Over a tévének a Game Over. No, no, no.